Üdvözlök mindenkit! Mi mindannyian élünk egy országban, egy bizonyos országban, egy ilyen helyen, amellyel különféle problémák vannak. Erre a bizonyos, szerintem legnagyobb problémák egyikére tökéletes példák a következők, miszerint ugye az újságírókkal, az újságíró társadalommal, a hazai írástudó felhozatallal, azoknak a gondolkozásával van baj. Másodrendben is azok ugyanezek a szakértői gárdával, az úgynevezett hozzáértő, véleményformáló, vagy éppen nevezzük politikai elittel, és úgy egyáltalában a művelt réteggel, az írástudó réteggel van komoly probléma ebben az országban. Mert ezek sorozatban adják bizonyságát, tanújelét annak, hogy legalább annyira korlátoltak, ostobák és hülyék, mint az a kormány, amelyik sokunk véleménye szerint tönkreteszi ezt az országot. Tehát körülbelül ugyanazon a szinten állnak, mint az Orbán kormány, az ő kisgrofós helyzetképével, színvonalával, kisgrofó imádatával, stb. Kisgrofó minőségével, és ami ehhez társul és kapcsolódik, tehát a Győzike, Nagyferó, kisgrofó, anyámtyúkja mindenkivel. Tehát az újságíró társadalom és a hazai szakértelemmel rendelkező hozzáértő réteg óriási hibákat követel. Óriási hibákat. Most megint éppen csak két példát mutatok ezzel kapcsolatban. Figyeljük. Attól függetlenül, hogy ezek az emberek ettől egyik jó emberek, és nem kritika ez velük szembe, hanem a mindannyiunkra nehezedő fő problémáról van szó, arra világítanak rá. Történetesen és véletlenül éppen most velük kapcsolatban. Az egyikük a János, a Kejfel Jancsis, Fiala János, a másik pedig a Horn Gábor. Mindegyikük ragyogó elme, mindegyikük tájékozott, mindegyiküknek igaza van, alapszinten és főképpen, de mégis mi az, ami miatt nem működik Magyarországon az, aminek mennie kellene, haladnia, fejlődnie, aminek meg kellene oldódnia. Miért nem oldódik meg Magyarországon a probléma? Na ezért. Figyeljünk. Na úgyhogy itt van az egyik példa. Ez a Horn Gáboré lesz. Mostanában voltam fönn a osztrák-szlovén-magyar határ környékén egy kis faluban. Egy őrségi kis falu, én rendszeresen járok oda. És ismernek engem, tudják, hogy ki vagyok, jóba vagyok, és ott át szoktam menni, mikor már a gyerek meg az asszony lefekszik a kocsmába, ott egy késő nyitva lévő kis kocsma van, ahol a helyiekkel iszogatunk, beszélgetünk. Én egyébként nem vagyok egy kocsmajáró, sajnos, de imádom ezeket a helyzeteket. És ott ültünk öten, négy helyi, ilyen 40 körüli hozzám képest fiatal ember, meg én. Beszélgettünk. Helyes, szimpatikus, értelmes. Négy helybéli. Fickók, ismerjük egymást. A beszélgetése pontján én elkezdtem kérdezgetni őket, hogy hogy élnek most, hogy élik meg ezt a helyzetüket. A négyből három külföldön dolgozik, tehát vagy Ausztriába, vagy Szlovéniába. Mind a négynek a gyerekei külföldön, szlovéniai magyar iskolában tanulnak, minden reggel átviszik őket magyar iskolába, szlovén-magyar iskolába, és akkor rákérdezek, hogy miért jártok ebbe az iskolába, hogy miért ezt választjátok, akkor nem azt mondják, hogy azért, mert megtanulnak szlovénul, vagy mit tudom én, azt mondja, nem bántják a gyerekeket. Békén hagyják. Nem viszem át, azt mondom, nem mondok falu neveket, mert nem akarok senkit. Nem viszem át a szomszéd faluba, ott is van egy rendes magyar állami iskola, ott bántják, itt nem bántják, békén hagyják őket. Ez egy érték neki. Átviszi. Kérdezem, hova jártok vásárolni? Attól függ, hogy mit veszünk. Egyik se vásárol Magyarországon. Közértbe, Ausztriába, benzinért.
Szlovéniába, és így tovább, és így tovább. Ez ugyanaz, mint a háború. Igen, de csak, és akkor megkérdezik, hol dolgoztok? Tehát, hogy nézzük körbe. A négyből egy dolgozik Magyarországon, három valahol a környéken. És utolsó kérdésem az volt hozzájuk, kire szavaztok? Fideszre. És mondom, miért? Hát ezek szerint itt nektek, ami van, az nem ebből van. Tehát nem vagytok elégedettek. És nem volt egyáltalán agresszív, kellemes, baráti beszélgetésen. És azt mondja az egyik erre nekem, és láttam, hogy a többiek egyetértenek, hogy Gábor, ezek megvédenek minket. Tudjuk, hogy lopnak, tudjuk, hogy erkölcstelenek, tudunk mindent, de megvédenek minket. Ezek adják a mi békességünket. Csak azért mondom, hogy ide visszaérünk, hogy az üzenet visszacsatolódik számomra, mindig nagy kérdés, hogy hát annyi minden, hogy miért nem omlik össze ez a rendszer, hogy miért, hogy ilyen gazdasági helyzetben, ilyen infláció mellett, ilyen nehézségek mellett, a nagy rendszerek működésképtelensége, de nem is repedezik. Tehát még az sincs, hogy azt mondanánk, hogy jó, hát elvesztették ugyan a bizonytalan szavazókat éppen most, de ha lenne egy választás, akkor valószínűleg visszamennének a törzsszavazók, ez a 2,5 millió, ez stabilan megvan, ezek már nem is fideszes, hanem orbánista szavazók, és ott ül az ember egy kocsmában, és megvan a magyarázat a biztonságért. Nem tudom, Gábor, én tökéletesen értem, amit mondasz. És mindjárt jön a Jánosnak a mondani valója, de először is a Gábort nézzük. Tehát mi a summája a dolognak? Az, hogy de hát a Fideszre fogunk szavazni, mert ez ad nekünk biztonságot. Így fogalmaztak. A Fidesz véd meg bennünket. Gábor, meg mindannyiunk, tudjátok meg, beleértve mindannyiunkat, tehát magamat is. Ilyen esetben ezzel nincs lezárva a téma, tudnélik, ez a téma le lett ezzel zárva. Az egész adásban már nem erről van szó. Tehát ilyenkor folytatni kell a beszélgetést, még egy fél percet ki kell sajtolni, még egy kérdést elő kell venni, és az pedig az, hogy kitől véd meg benneteket ez a Fidesz kormány? Kitől? Önmagatoktól, talán elsősorban, de egyébként semmitől nem véd meg ez a Fidesz kormány, semmitől, azon kívül, hogy a jólétetektől, a saját boldogulásatoktól véd meg. Ha normálisan megnézzük, tehát az egész országban, a hátatok mögött ott van az egész ország, ti itt, ebben a szegletben, ebben a csücsökben, a sarokban, hogy Szlovénia, Ausztria, Magyarország, választhattok, hogy hová menjetek, hogy hol boldoguljatok, hogy hogyan éljetek, tehát ti meg tudjátok tenni. Rá kell vezetni az embereket arra, hogy a ti felelősségetek, hogy viszont a hátatok mögött ott van egy egész ország, amelyik ezt nem tudja megtenni, éppen most drágul a benzin olyan mértékben, hogy senki nem tud, aki innen 100 kilométerrel, akik ide autózni, hogy bevásároljon ő is mondjuk éppen Ausztriában, vagy Szlovéniába menjen át, és tankolni, vagy ilyesmi, mert akkor már nem éri meg, mert akkor már, ha otthon 10-szeres, 20-szoros, vagy éppen 100-szoros áron vásárol be, még akkor is egy picivel jobban jön ki, mint hogyha ide elautózna a benzinpénzzel. Tehát felelősségünk van ilyen értelemben, hogy ezzel nincs elintézve ez, hogy ti itt, az őrségben ezt meg tudjátok tenni. A csücsökben, a szegledben. De mi van a többiekkel? És nem szavazhatunk a Fideszre, mert ők éppen csak ettől tudnak megvédeni minket, idézőjelben védeni, mert ez nem védelem, ez nem békesség, hogy nekünk jó sikerül, de senki másnak rajtunk kívül, meg a sok-sok millió honfitársunknak ez nem sikerül. Tehát meg kell kérdezni akkor, oké, értem, hogy miről beszélgetünk, és tulajdonképpen meg lehet érteni benneteket, meg igazatok van, ugye, mert ez egy normális baráti beszélgetés, helybéliek
és egy hozzáértő, felelős, gondolkodó, írástudó honfitársunk között, és meg kell kérdeznie ilyenkor a Horn Gábornak, meg bármelyikünknek, hogy de mitől véd meg benneteket ez a Fidesz kormány? És nem fogják tudni, mondhatnak valamit, kíváncsian meg kell hallgatni, de akkor rögtön el kell mondani, hogy na, ettől persze nem véd meg, ja, te ezt mondtad, ettől sem véd meg, nem tud megvédeni, nem is fog és nem is akar, egy dologtól tud megvédeni, és ezt meg kell értenetek, attól, hogy jól éljetek, jól éljünk mi, úgy mindannyian az országban. Lényegében semmi mástól nem tud megfosztani és megvédeni. Na nézzük a következő példát. Én tökéletesen értem, amit mondasz, és nem voltam ott, tehát nem áll módomban ezt vitatni. Én ezt azzal tudom modellezni, hogy ugye egy kapcsolatnak több módon lehet vége, és tudom, hogy mindig nem szeretik a politikusok, ha ezt egyébként más kapcsolathoz hasonlítja az ember. Egy kapcsolat véget érhet attól, mert hogy az embert elcsábítják, egy kapcsolat véget érhet attól, hogy az ember beleun. De amíg egy kapcsolatból ki lehet szállni úgy, hogy az ember egyedül marad, az országban nem lehet úgy élni, hogy az ember elveszti a pártját, és akkor egyben elveszti a kormányzó erőt is, mert lesz más, aki delegál mellé ilyen kormányzó erőt. Magyarul, én nem vagyok kormánypárti. Én nagyon nehezen vagy lehetetlen magamnak elképzelni, hogy a Fidesz-KDNP-re szavazzak, de jelen pillanatban én a Fidesz-KDNP-n kívül más olyan erőt, amely erőt képvisel, amely véleménnyel bír egy csomó dologgal kapcsolatban, amivel én nem értek egyet, de akkor is pregnánsan jelen van, és választott különböző kérdésekre beleért, vagy egyikkel se értek egyet, az a Fidesz-KDNP, a többiek azok ilyen mozaikszerűen vannak előttem, de ez lehet, hogy az én egyéni szociál probléma. Fiala János nagyon helyesen és jól rámutat, mindannyiunk közös tapasztalatára, hogy az ellenzék, meg mindannyian olyan mozaikszerűen vagyunk csak ott jelen. Na de ekkor mi a kötelességünk? Meg kell tudnunk, hogy de ugye ennek ellenére valamelyikre szavazol. Ugye hát el is mondja ő is, és nagyon jól értjük, nem kormánypárti, nyilvánvaló, hogy nem az Orbán Viktorékra szavaz, nagyon helyesen. Mindannyiunknak ezt kell tenni. De akkor meg kell kérdezni, ha ez a problémánk, hogy de csak olyan mozaikszerűen van jelen a... Ez nagy probléma egyébként, hogy töredezett az ellenzék, és ahogy az ő képében, tehát, de csak úgy mozaikszerűen van ott jelen előttem, tehát nem tudjuk, hogyha nekik állna az ászlórúd, meg rájuk szavaznánk, és ők nyernének, akkor mi történne? De ennek ellenére valamelyikre ugye szavazol, vagy az ára, vagy a bére, vagy a célra, de nem a kormányra, hanem a mozaikból valamelyikre. Mindannyian így teszünk. Oké, akkor már csak egyet kell tudni, hogy innen tényleg csak egy tyúklépésre van, olyan közel, karnyújtásnyi távolságra van a lehetőség, hogy taktikai szavazás. Hát fogjon össze már végre a magyar, és szavazzon taktikailag egyfelé, egyre, hogy megverje a Fideszt, és jöjjön el végre a hőnáhított változás, és idáig nem jutnak el az újságíróink. Megállapítják, hogy mi a probléma, de a megoldás, amit szerintem a Horn Gábor esetében is, hogy senkitől nem tud megvédeni ez a kormány, nem is fog, és most itt is, semmiképpen nem megoldás az, hogy de hát ilyen mozaikszerű az egész. És ugye a szerelmi viszonyhoz is hasonlítja, hogy hát valahogy ez is véget ér, de ugyanhogyan, tehát vagy csalódunk benne, vagy valami, de hogy lesz ebből egy igazi házasság? A vőlegény és a mennyasszony, a jegyesek, a szerelmesek mikor találnak egymással? Na akkor, ha képesek lesznek
taktikailag szavazni, vagyis valami olyat tenni, ami egyébként nem természetes, ami nem kézenfekvő. Miért? Csak azért, hogy elérjék a céljukat. És megvalósuljon Magyarországon egy kormányváltás. Egy rendszerváltás is nem különben. Na most akkor, hogyha az, a tök mindegy most, hogy kide, valahogy meg kell oldanunk, hogy ez bekövetkezzen, tehát egyfelé kell szavazunk, amikor az arról kiderül, hogy az ugyanolyan rossz, mint MS volt az Orbán kormány, akkor azt is taktikai szavazással el kell távolítani, és meg kell tőle szabadulni. És így tudunk csak előre jutni. Így tudunk 5-ről a 6-ra jutni, így oldódnak meg a gondjaink és a problémáink. Sehogyan máshogyan. Ha a töredezettséget fogadjuk el, és az, hogy majd mindenki ugyanúgy, hogy eddig is majd szavaz A-ra, B-re, Z-re, C-re, Y-ra, G-re, és bárkire, és még tovább is, majd nyerni fog a mostani felhozattal, akkor nem, nincs megoldás. És ezt tapasztalom lépten nyomon, a hazai hozzáértőktől, újságíróktól, gondolkozóktól, hogy nem látják meg azt az nagyon egyszerű, pici lépést, megoldást. Mert ez mindannyiunk felelőssége. Ha erről beszélünk, akkor ez lesz. De ha ott megállunk, hogy csak töredezettség van, minden egész darabokban, és semmi megoldás nincsen, akkor az is lesz. Hát tegyünk róla, hogy ne így legyen. Én idáig még egyébként azzal a válaszsal nem találkoztam, amit te mondtál. Az én fejemben van ilyen, meg gondoltam, hogy gondolják ezt emberek. Akikkel én idáig beszéltem, én is, hát ott a környéken is, meg itt is, meg ott is, meg amott is, meg évek óta napi rendez végül is. Ez közelebb esik ahhoz, amit a János emleget, mindig azt mondják nekem, hogy hát nincs más. Nincs más. Kire? Nincs más. Kire? És ahogy most úgy látom, ez most így nem került terítékre, valószínűleg ez így is marad. Annak a kockázatát nyilvánvalóan nem fogja vállalni a választópolgár, hogy fölfogja meg, honnan is lennének történelmi előzményei, nem kell attól olyan nagyon beszállni, hogy egy országban rendszeresen kormányválságban, ha az egyébként valamilyen módon attitűdjeiben és struktúráiban demokratikus. Amúgy meg... Amikor az arról kiderül, hogy az ugyanolyan rossz, mint MS volt az Orbán kormány, akkor azt is taktikai szavazással el kell távolítani, és meg kell tőle szabadulni. És így tudunk csak előre jutni, így tudunk 5-ről a 6-ra jutni, így oldódnak meg a gondjaink és a problémáink. Nem kell attól olyan nagyon beszállni, hogy egy országban rendszeresen kormányválságban, ha az egyébként valamilyen módon attitűdjeiben és struktúráiban demokratikus. Tehát miről is van szó, figyeljünk csak, Csintalan Sándor is elmondja, nem kell attól tartani, hogy Magyarországon újabb és újabb kormányok követik egymást. Mert az normális egy demokráciában. Bullshit. És tulajdonképpen nem. A helyzet az, hogy nekem teljesen igazam van. Odáig jutunk, hogy Orbán Viktor ezzel, és ezt most nem nevezem, én nekem nem szavam járás a göbbelzi propaganda. Én egész egyszerűen a hétköznapi cselekedeteikkel úgy tűnik, hogy elérik, hogy mint a viccben, itt esik, ott nem esik. De ha azt akarják, akkor ott esik, és itt nem esik. Éppen akkor is ott van háború, ahol ők akarják, és ehhez az emberek valami számra teljesen, ez se igaz. A hétköznapi életük vitelét biztosítandó elkezdenek alkalmazkodni. Nem veszik tudomásul, az agyuk hátsó részében ott van, hogy ez nem stimmel, de miután mindenki nem akar és nem tud elmenni, nem mindenki lakik az ország nyugati végében, van, aki az életkorából, van, aki az akaratából adódóan nem akar elmenni, alkalmazkodik hozzá. Ebben az alkalmazkodásban kellene, hogy segítsen egy külső erő, ha egyébként maga az állampolgár, aki ezt megéli, nem elég erős hozzá, és ezt a gyarlósága révén én tudomásul veszem, hogy ellenálljon. De és
bizony ez lehetne egy külső támogatás, egy külső erő, egy külső támogatás. Alkalmazkodásban kellene, hogy segítsen egy külső erő, ha egyébként maga az állampolgár, aki ezt megéli, nem elég erős hozzá. Egy külső támogatás. Nem csak valóban külföldre kell gondolni, hanem azoknak az embereknek, akik itt e hazában, ebben a problémában, ebben a bajban vannak, hogy nem tudnak helyesen választani. Ez a gondolkozás lenne egy külső támogatás. Hogy kívülről hallják, legalább tőlünk, hogy hallják, hogy hogyan lehet helyesen hozzáállni. Tehát ez mindannyiunk felelőssége. De elsősorban is azoké, akiknek képeseknek kell lenniük rá, hogy ezt megértsék. Az a helyzet, hogy egyrészt egyébként a politikai elit és ha úgy teszik az értelmiség is korábban esett hanyatt a félelemtől ebben az országban, mint amikor muszáj lett volna. Lehet. Ez a médiával kapcsolatban eléggé nyilvánvaló. Ilyenek a gondolkodók, a művelt emberek, az írástudók, az újságírók, a művészek, a hozzáértők, a szakértők, a politikával foglalkozók, a tájékozottak. Ezeknek, az ilyen embereknek ezt fel kell fogni, az ilyen embereknek ezt tudniuk kell. Nem csak illik, hanem életbevágóan fontos, hogy tudják. Tudják, és valósítsák is meg. Szeretetem mindannyiunkkal, mindenkivel, sziasztok! Szóval akkor Fiala János, és Horn Gábor, és vannak még más példák is. És lesznek. Úgyhogy sziasztok!